A Zöldkabátos férfi. 1849. augusztus utolsó napján a Dunamenti kalefát város hajóállomása mellett a révnél utasok várakoznak. Két szekeres bivajfogattal. Néhány barna ruhájú bolgárkertész, egy cifraköntösi örmény kereskedő, két szomorú arcú török katona. Meg egy zöld posztókabátos férfi, aki így várakozás közben sem ereszti el Pejlovának kötőfékét. A szép, sejmes szőrű, izmos hátasló fel is keltette a cölöpökhöz támaszkodó révész és a román zsandárok figyelmét. Szép ló, véli az egyik zsandár. Nem is ideges, helyesel a másik. A révész csak szívja csibukját és bólogat. Vajon mennyit érhet? kérdi a fiatalabb zsandár. Úgy látszik, ez érdekli az örménykereskedőt is, ő azonban nem magában tanakodik, hanem megszólítja a túlsó partra némán figyelő zöld kabátost. Mennyiért adná el a lovat? A kérdezett egy pillanatra elemeli a szemét a folyó felől. Nem eladó, és azután ismét a szőke duna hullámaira siklik a tekintete. Az örmény azonban nem azért örmény is, kalmár is, hogy így hamar abba hagyja a megkezdett érdeklődést. Nem eladó. Elhiszem, uram. De ha eladó lenne, Azután meg sohasem lehet tudni, mikor lehet szükségünk az eladására. Nos, nincs igazam? A zöldkabátos barna szemén, mintha mosoly futna át. Mégsem válaszol. Hanem azért nem olyan udvariatlan, hogy szótlan maradjon. Jön már a komp. Valóban. Túlsó, lapályos, bolgár török partról, a viddini réven megmozdul a behemót alkotmány. Azt nézik most a várakozók. Meg viddinre is odatéved a szemük. Magas bástya falövezi a várat. A napban szinte szikráznak a kövei. Aljukat a Duna mossa. A bástyafalon a sáncon kívül terül el a külváros félkörben. Ezt ismét földhányás keríti. Színes házak tarkálnak. Feljebb pedig a Duna mentén egy újonnan épült sátorváros húzódik. A sátorlapok fehéren villognak az augusztusi napfényében. Azok ott a magyarok, mutatta sátortáborra az örmény. Ott élnek félig fogolyként, szegények. Szegények nagyon. Ahogy hallom, már mindenük eladták. A lovaikat még ide át, mielőtt átkerültek. A pasa ugyanis nem engedte azokat átszállítani. Én is vettem két derest. Olcsón adták. Azért vehetnék most akár drágában is egy pejlovat. Nem adná el uram a magáét? A zöldkabátos hallgatagon figyelte a kereskedőt. Most ismét megrázta a fejét. Nem, nem eladó. Van engedélye arra, hogy átvigye? Mert tudja, erre külön engedély kell. Tudom. No, akkor ismerős a tájon. Én pedig azt hittem, messziről jött. Nem tudom miért, ez volt az érzésem. Ismeri ezt az érzést? Az ember lát egy ismeretlent, azt gondolja, ez ilyen meg ilyen ember. Ez csak onnan vagy amonnan jöhet. Azután megkérdezi, és tényleg nem csalódott. Nekünk kereskedőknek vigyáznunk kell, hiszen annyi féle néppel van dolgunk, és merre minden felé járunk. Ha nem sértem meg a kérdéssel, uraságot honnan jön? Krajovából. Ó, Krajova! Szép város, érdekes város, színes város. Jártam ott gyakran. Van ott egy üzletbarátom, talán ismeri. Hirtelen mozgást támad a réven. A román zsandárok már az elébb otthagyták a cölöpöket, amint a kikötői kávéházból újra előkerült a török rendőr Csausz. A révész legényei, főnökük parancsszavára, már neki gyürközve szorgoskodtak a kompot húzó kötélzet körül. A várakozók is felmordultak. Jön, jön! A komp valóban elindult által a Dunán. A kis fabódéból, a kávéházból előcammogtak az ott várakozó utasok is. Ekkor ostorpattogtatás hallatszott az úton, és a révhez kanyarodott egy hintó. A várakozók ijedező szemmel nézték, hogy a hintóból kiszáll egy fehér köpönyeges, aranysújtásos orosz tiszt, meg egy ünnepélyes fekete ruhába öltözött magas, felkötött karú férfi. A díszes, váratlan társaság harmadik tagja egy törökruhás ruhás, alacsony emberke volt. Szolgai alázatossággal hajlongva mutatta az uraknak a révnél várakozókat. Biztosan a tolmácsuk vélte az örmény. De mit akarhat itt a tisztúr, meg az az ismeretlen felkötött karú? Az öltkabátos férfi nyugodtan nézett a most érkezők elé. Mégis, mintha az arcán egy ideg megrezzent volna. Felismerte az elegáns felkötött karú úr vércse arcát. Nem felejtette el. De úgy látszik, az sem őt. Alig nézett körül, már reámutatott, és valamit súgott az orosz tisznek. Az bólintott, és odaintette magához a török rendőrőrmestert. Azt csak vonakodva indult feléje, kelletlenül tisztelgett. A tolmács ezt kérdezte tőle. Az őrnagyúr érdeklődik, vajon megvizsgálta-e már az útleveleket? Az őrmester válaszként felrántotta a vállát. Természetesen morogta. Mit ütik ezek mindenbe az orrukat? A tolmács az utóbbi mondatot elfelejthette lefordítani. A tiszt azonban megkérdezte. Az öltkabátos, aki úgy tett, mintha nem figyelne oda, minden szót megértett. A tolmács oly hangosan énekelte mondókáját, mint egy színész a közönség előtt. Törökből tört német nyelvre fordított. Most nem egészen híven, de jóval udvariasabban. Így tolmácsolta a török rendőr dörmögését. Az őrmester nagyságod legalázatosabb szolgája azt tette hozzá, hogy ő mindig híven teljesíti a kötelességét. A fehér köpenyes megelégedetten bólintott. Most a arcú fordult a tolmácshoz. Ő is németül kérdezte. És az ott, aki a lovat tartja? A rendőr Chausz nem is méltatta válaszra. Vállat vont és odábbált. A tolmács azonban utána fordált és visszahívta. A fekete ruhás épp kezében egy elefántcsontnyelű nyelű pálcát suhogtatott. Egyenesen odalépett a lovával foglalatoskodó, magányos utashoz. Vércse arcán félelmetes vigyorült. Hirtelen olasz nyelven megszólította az ölt kabátost. Leberet váltatta a szakállát? A megszólított ránézett, nyugodt, barna pillantással. – Azt kérdem, leberet váltatta-e, hősködő uram, a szakálát? A zöldkabátos, mint aki most veszi észre, hogy hozzászólnak, de nem érti, hogy mit, né rábólint. Aztán nyugodtan, tetőtől talpig végigmérte a megszólítót, majd szépen csengő román nyelven a vércsartba vágta. – Nem értem, mit beszél? – Hát azt nem is lehet érteni, helyeselt az örmény. Ismerős ugyan a csengése a fülemnek, de idegen, teljesen idegen ez a nyelv. A vércsarcú mérgesen rábanzsított a kalmára. Megrázta a fejét, és újból megsuhogtatta a pálcáját. A tiszthez lépett, és németül mondta. Határozottan ráismerek, a lovára is. Tetteti magát, az a szekeres odaát Erdében az vallotta. Anya nyelvén beszélt azzal az olasz tisztel. A fehér köpenyes bosszankodva válaszolt. Tévedhet, Nézze, ez nem is gondol arra, hogy nincs rendben a szénája. Az zöldkabátos valóban úgy tett. A Dunát nézte, a közelgő kompot. Hátat fordított a társaságnak. A fekete ruhás azonban tiltakozott. Kérnem kell, őrnagy úr, teljesítse kötelességét. Az őrnagy újból magához intette a török csauszt. Újból megindult a tolmácsolás. Látta annak az úrnak is az útlevelét? Láttam, hogy allak soha kine növeszte szakálladat, morogta utána a csaúszt ami a tolmácsolásban így hangzott. Láttam. És biztosíthatom, hogy teljesen rendben van. És honnan jön az az uraság? Emlékszik rá? Emlékszem, miért ne emlékeznék? Krajovából, válaszolta barátságosan az őrmester. És csak halkan tette hozzá. Remélhetőleg onnan is miha barab, eltakarottok. A tolmácsit megint csak vétett a történelmi hűség ellen. Az őrmester emlékszik. Megfeszíti emlékezetét, csak hogy híven válaszolhasson nagyságodnak. Az utas krajovából jön. Az őrmester azt a reményét is kifejezte, hogy remélhetőleg nagyságod is látta ezt a szép várost. Az őrmester nagyon kedves, ha eddig nem is. Remélem még lesz alkalmam óhajtásának eleget tenni. Ez a válasz úgy látszik az őrmestert egész boldoggá tette, hálásan tisztelgett. No látja, tévedett, fordult a felkötött karúhoz a tiszt. Az orosz tiszt láthatóan unta is vestelt ezt az egész jelenetet. Valóban. Gribov őrnagynak, ha a cári hadsereg egyenruháját viselte is, egyáltalán nem volt ínyére kiszolgálni ezeket az osztrák spicliket. Magában bizony ezt gondolta. S ha valóban magyar tiszt, a meneküljön szegény. Nem elég szerencsétlenség ez magában is. A bécsi urakban, a lovagiasságnak a szikrája se lobban. A vércse azonban nem hagyta annyiban. Odaugrott a zöld kabátoshoz. Pálcájával megérintette karját. És most németül fölmet rá. Kapitány, van fegyvere? A zöld kabátos hirtelen fellobbanó dűvel nézett arra a pontra, ahol a kabát a megszólító pálcája érintette. De hamar erőt vett magán. A hangja már nyugodt volt, ha hidegségében visszautasító is. Ismét románul szólt. Nem tudom, mit akart tőlem. Nem értem a karattyolását. Két várakozó paraszt a közelében félénken felnevetett. Az örmény fontoskodva mondta. Németül beszél, nem egészen értem, de valamit kérdez, valami kapitányról, megfegyverről." Az zöldkabátos vállat vont. mondja meg neki, beszéljen tisztességesen és emberi nyelven. A kalmár két karjával egyszerre hadonászva megpróbálta megértetni magát német, román, görög, török nyelvkeverékkel. A tolmács ezen közben tiszteletteljesen köszönt az öltkabátosnak török módra, jobbját melléhez, ajkához, homlokához érintve. Gribov császári őrnagyúr bocsánatot kér a háborgatásért uraságottól. Ez az úr itt Stráci Enrico a nápoi király Bécsi konzulságának vezető titkára. Valakinek a nyomát keresi. Az orosz parancsnoksághoz fordult. A nagyságos őrnagy úr kérdezteti, nem haragudná e uraságot, ha néhány kérdést merészelnének feltenni. A zöld kabátos még mindig kötőfékénél tartotta a lovát. Miután török módra viszonozta a tolmács köszönését, minden barátságosság nélkül komoly arccal válaszolt. Ennek nem látom akadályát, majd könnyedén megemelt a süvegét, az eléje lépő orosz őrnagy előtt, az barátságos udvariassággal tisztelget neki. A tolmács mélyen meghajolt. Stráci konzulititkár bizonyos okoknál fogva, afelől érdeklődik, van-e nagyságodnak fegyvere? A zöld kabátos, akit most már egészen körülfogtak, egy pillanatra összeszorította a hajkát, csak azután válaszolt. A kérdés furcsa, de nehogy feltartsam önöket, és magamat sem, hiszen a komp mindjárt itt lesz, válaszolok. Van fegyverem. Van, kiáltott fel straci, és vércsarcát elöntötte az örömpírja. Ugye van? A tiszthez fordult. Nos, megengedett dolog ez? Fegyveres? A tiszt a török csahúzhoz fordult. Mit jelent ez? A zöldkabátos azonban nem is várta meg a tolmácsolást és a további kérdéseket. Viszont ez természetes. Hosszú útra megyek. és az esetleges bandita támadás ellen védekeznem kell. Azt hiszem, ezt mindenki megérti. Különben úgy tudom, útlevelem fel is jogosít erre. Nézze meg! intett az őrnagy a csausznak a tolmácsolás után. A zöldkabátos elővette kebléből az összehajtott papírlapot, a török tiszt átvizsgálta. Ez a teszkere teljesen rendben van. A Krajovai pasa állította ki, Viktor Szebeszku tanár és nyelvtanító részére. Krajova és Isztambul közötti bármely útvonalra, saját lován, hajón vagy szekéren, és pisztolyhordását is engedélyezte. A személy leírás is egyezik, barna haj, barna szem és bajusz hiszen ugye mondtam, hogy rendben van minden. Az őrnagy megelégedetten bólintott. A vércsarcú azonban mégiscsak talált valamit, amibe belekapaszkodhat. Azt mondja nyelvtanár, és nem tud sem németül, sem olaszul. Hogyan magyarázza ezt? A tolmács lefordította a kérdést. A zöld kabátos mosolygott. Nagyon egyszerűen, nyelvtanár vagyok. Beszélek románul, bulgárul, szerbül, törökül és franciául. A világ valamennyi nyelvét igazán nem kell tudnom. Az orosz tiszt arca felderült, és most egyenesen a tanárhoz fordult, Kisé éneklő, ellágyult, de szépen érthető francia nyelven. Beszél franciául, ha tudtuk volna, nem lett volna szükség erre az egész furcsa segédletre. Kérem, ne haragudjék az aklatásért. A konzuli titkár úr ez a szavába vágott. Ő meg teleszáljan ropogtatta a francia szavakat, mintha csak mogyoróhéjat harabdálna fogak között. Nem tudom, hogyan jutott ehhez az útlevérhez. Ön egy menekült magyar kapitány. Világosan önre ismerek. Már hogy A pisztolyának a nyomát itt hordom, és megrázta a fekete kendőben függő karját. Meg itt? És fájdalmasan felszisszenve vállához kapott. Ne tettesse magát, elfogtuk. Lássa be, mindenféle játék felesleges immár. A zöld kabátos a tiszthez fordult. Nincs talán sebláza ennek az úrnak. Azt hiszem, kétségre nem lehet ok személyen felől. A tiszt mosolyogva bólintott. A bajúsza alatt az ajka szögletében ez a mosoly, mintha valami kis cinkosságot rejtett volna. Valóban, semmi kétség. A titkár úr csak képzelődik. Igaza lehet önnek, uram, hogy a sebláz okozza ezt. A vércsarc komoran megmerevedett. Egy kérést engedélyez még, őrnagy úr? Azt hiszem, teljesen felesleges. Sebeszku tanár urat amúgy is alaposan megzaklattuk. Kérem, bocsásson megérte. Nem történt semmi baj. Csodálkozó szeme, mintha ezt olvasta volna le az őrnagy némán mozgó ajkáról szerencsére. Egészen felvidámodott ettől s mintha valami lényétől idegen, megmagyarázhatatlan hegykeség szállta volna meg. Gúnyosan tekintett Strácira. De talán teljesíteni is lehetne azt a kérést. A vércse harcú mohon kapott a mentőövként feléje dobott mondat után. Nem tudta még, hogy nem mentőöv, hanem játék, hajlékony szalmaszál. Megmutatná a fegyverét? Semmi akadálya, szólt a tanár. Nyerekkápából előkerült a pisztoly, oda tartotta a vércsarcú hajlott madárorra elé, hanem a kezéből nem engedte ki. A tolmács, aki nem értette az utóbbi mondatokat, ilyette hátra húzódott. A török csausz meg mögé állt. No, no, morogta. Straci dühösen nézte a pisztoly vasveretes kemény falját. Nem ezt, kapitány úr, a másikat. Sajnos mást nem mutathatok. Ez a pisztolyom. Amint előbb hallotta az engedélyezett pisztolyom. A dühös olasz szeme szikrát vetett. Hirtelen felkiáltott, mint akinek valami mentő ötlete támadt. Hiszen ez egy magyar tisztipisztoly. A nyelvtanár szeretettel nézte a kezében tartott fegyvert. Meg is símogatta, amint visszahelyezte a nyerekkápába. Kis szünet után mondta. Az bizony lehet, magyar tisztől vettem. Kitől? Hol? Menekült tiszt? Hol van? S talán tőle kapta ezt a lovat is. Ő császári felsége kincstári lovát. Az öldkabátos vállat vont. Mit kérdezősködik? Nem vagyok spici. Gribovőr nagy csákójához emelte kezét. Nem, nem mindenki az, és megfordult. A vércsarcú bambán, hápogva nézett a tiszt után. Az szó nélkül felszállt a hintóba. A feldühődött stráci úgy sújtott egy kikötői cölöpre pálcájával, hogy az kettét örött. Csak az elefántsont nyelű csonk maradt a kezében. Ezer ördög és pokol átkozódott. Azután visszafordult az zöld felé. Még találkozunk, rikácsolta, és a hintóhoz sietett. Végre, hogy elmentek, fohászkodott a török csausz. Soha se térjenek vissza. Azzal odament ment a zöld és a pejre mutatva elvigyorogta magát. Pompás ló, pompás ember, hogy allak növesse hosszúra szakáladat, te svihák nyelvtanító.